Bent a bankban az történt, hogy amikor bementünk, akkor a fiókvezető nem szerette volna, hogy ott ügyet intézzünk. Mi pedig megkérdeztük, hogy milyen jogon teszi ezt, kicsoda ő, mert ugye honnan tudnánk, hogy fiókvezető vagy nem fiókvezető, azon kívül pedig állampolgári jogaimat korlátozta, mert hogy egy ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségbe nekem jogom van bemenni és ott ügyet intézni. Kértem a rendőröket, hogy igazoltassák ezt az embert, hogy mégis milyen jogon akadályozza meg, hogy én oda bemenjek a barátaimmal, és igazoltatták, természetesen megnézték, hogy nincs-e körözés alatt. Nem volt, sajnos még. Ugye ennek az a módja, ha valaki nekem kárt okoz, vagy sérelmet, akkor megkérhetem a rendőröket, hogy igazoltassák, és én a bíróságtól kikérhetem majd az adatait, illetve a bíróságnak kiadja a rendőrség. Ennek egy a feltétele, hogy nekem magamnak is igazolnom kell magam. Természetesen én is igazoltam magam, rólam is megállapították, hogy nem állok körözés alatt. Tehát a rendőrség teljesen pártatlanul járt el. Illetve ezután még mindig azt akarta a fiókvezető, hogy hagyjuk el a helyet, de még mindig nem tudtuk, hogy milyen jogon teszi ezt, mert azon kívül, hogy nem áll körözés alatt, nem tudtuk meg, hogy ő-e a fiókvezető, lehetett volna bármilyen ügyfél is. Majd a rendőrök elkísérték ketten az irodájába, és az irodában megnézték a megbízó levelét, visszajöttek és mondták, hogy valóban ő a fiókvezető, és most él azzal a jogával, hogy kiüríti a bankot, és minden egyes ügyfélhez egyenként odament, megszakította az ügyintézését, és kiürítette a bankot, és ugye utoljára pedig hozzánk is odajött, és megkért minket, hogy hagyjuk el a helyet, és a bank azóta is látjuk, hogy zárva van. Tehát erre hívok fel mindenkit, hogy bizony, amikor néhány ember összeáll, akkor kellemetlen perceket tudunk okozni a pénzhatalomnak. Ezt ígértük, hogy megmutatjuk, hogy néhány ember, akkor még azt hittük, hogy 50, de voltunk itt, vagy 20-an, 20 ember térdre tudja kényszeríteni a pénzhatalmat. Hát emberek, ébredjetek már végre fel! Az, hogy most ezt megcsináltuk figyelemfelhívásként kampányidőszakban az összefogáspárt rendezésében, ez semmit nem volna abból, hogy később megtehetjük, ha bejutunk a parlamentbe úgyis, úgy még több lehetőségünk lesz, még több médiánk, ha nem jutunk be, akkor is meg tudjuk tenni. Tehát hívok mindenkit arra, hogy egy közös, országos bankblokádot csináljunk meg, amikor minden bank, minden város, le tudjuk őket állítani néhány órára. Ébresztő emberek, ébresztő, és akkor meg tudjuk nyerni ezt a harcot. Hajrá! 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 Hajrá!